Székidomok területe. Ezek lesznek most a következő videókban. Itt kezdjük a legegyszerűbbel, a négyzettel és a téglalappal. Itt van egy négyzetünk, amelyiknek ez az egyik oldala 5 cm, nem mivel négyzetről van szó, emiatt neki minden oldala 5 cm hosszú. Hát a kerületet nem szeretném túl sokáig ragozni, nyilván össze kell adni a négy oldalát, most ha mind a négy oldal ugyanannyi, akkor nem úgy fogom összeadni, hogy 5 meg 5 meg 5 meg, hanem 4x5, és kész. Tehát négyzet kerületét mindig úgy számoljuk ki, hogy megszorozzuk 4-jel az egyik oldalát. A terület is végtelenül egyszerű, hiszen ugye területről megtanultuk, hogy az arról szól, hogy hány darab egységnyi négyzettel tudjuk lefedni, és hát egy négyzetnél megszámolni a kis négyzeteket pofon egyszerű, hiszen annyi kis négyzet fér egy oldalára, amilyen hosszúságú, és ugyanannyi sorban, azaz a területet úgy tudjuk kiszámolni, hogy az oldal hosszát megszorzom, hát elvileg a másik oldal hosszával, de az ugyanannyi, tehát 5x5, 25 négyzetcentiméter lesz a terület. Ez viszont fontos, hogy figyeljetek, hogy területnél négyzetcentiméterekről beszélünk, hiszen négyzetcentiméteres kis négyzeteknek a darabszámáról szól a történet. Téglalap esetében hasonlóképpen járunk el. Itt ugye annyi a különbség, hogy nem egyenlő mind a négy oldal. Az egyik oldal itt most legyen 8 cm, a másik pedig 5 cm. Ugye kerület az megint arról szól, hogy körbejárom a téglalapomat, tehát körbe megyek egyszer 8 cm-t, aztán 5-öt, aztán megint 8-at, megint 5-öt, azaz van két 8 centis, meg két 5 centis oldalam, ezt számolhatom úgy is, talán úgy a leggyorsabb, hogy összeadok egy 8-ast meg egy 5-öst, és utána megszorzom 2-vel. Azaz a téglalap kerületének az általános összefüggését így írhatjuk fel, hogy 2-ször zárójel A plusz B. Ugye azért kell zárójelbe tenni, mert először összeadom a két különböző oldalt, és utána egyszerre megszorzom őket 2-vel. Terület megint végtelenül egyszerű, hiszen tudom, hogy az egyik oldalára le tudok tenni 8 darab kis négyzetet, ezt 5 sorba tudom elkövetni, azaz 5x8, 40 kis négyzetet tudok lerakni. Tehát a területet mindig így tudom kiszámolni, hogy az egyik oldal hosszát megszorzom a másik oldal hosszával, és akkor megkapom négyzetcentiméterben a területnek a nagyságát. Na hát a négyzetet meg a téglalapot én nem is szeretném tovább ragozni, viszont vannak ettől érdekesebb síkidomaink. Itt van például egy paralelogramma. Na, hát itt már nehezebb lesz a helyzet a területet illetően. A kerület az nem nagy cucc. Legyen ennek mondjuk 6 méter az egyik oldala, a másik 4,2 méter. Ugye a szemköztik szintén ugyanekkorák, tehát mivel ennek ugyanúgy két-két egyenlő hosszúságú oldala van, mint a téglalapnak, emiatt a kerületét ugyanúgy tudom számolni. Tehát a kerület szempontjából nem érdekel minket, hogy ez nem derékszögű. De a terület szempontjából már igen érdekes. Tehát most képzeld el, hogy berúgott a kőműves, és én alakúra építette meg a fürdőszobátokat. És le kéne az alját járólapozni, és az a feladat, hogy ki kéne számolni, hogy hány darab járólapért menjetek el a tüzépre. Ugye a járólapokat azt lehet szépen vágni, fölösleges mennyiséget nem akarunk venni, pontosan annyit szeretnénk venni, amivel éppen le lehet fedni ezt a fürdőszobát. Na, hogy lehetne ezt kiszámolni? Ugye ott a belső egész négyzetekkel nincsen semmi probléma, mert azt meg tudjuk szépen számolni, viszont két oldalt azokkal a vágottakkal, azzal már baj van. Na, következőt tudjuk csinálni. Képzeletben levágom bal oldalról azt a kis háromszöget, és visszarakom a jobb oldalra. Mert
De ugyanakkor a területet, hát ezt a háromszöget leveszem, visszarakom ide, ez azt jelenti, hogy amit most kaptam téglalapot, annak a területe ugye pontosan ugyanannyi, mint amekkora a paralelogramma volt, hiszen semmi más nem csináltam, csak átdaraboltam a paralelogrammát. És kaptam egy olyan téglalapot, aminek az egyik oldala ugyanúgy 6 méter maradt, a másik oldala az viszont nem 4,2 méter, hiszen a 4,2 méter az a paralelogrammának az oldala volt. A téglalapunknak az oldala az a paralelogrammának a magasságával egyezik meg. Ugye a magasság az a két párhuzamos oldalnak a távolsága, és ez jelen esetben nekünk 4 méter. Innen kezdve viszont könnyen ki tudom számolni a területet, hiszen téglalapunk van, és téglalapról megbeszéltük, hogy azt egész egyszerűen úgy számoljuk ki, hogy az egyik oldal hosszát megszorzom a másik oldal hosszával. Csak most itt az egyik oldalam az az A oldal, a másik oldal viszont nem a B oldal lett, hanem a paralelogrammának a magassága, és így 6 méter szer 4 méter, 24 négyzetméter lett a paralelogrammánknak a területe. Rombusz. Hát szerintem, ha már a paralelogramma területét ki tudjuk számolni, akkor ez nem fog gondot okozni, hiszen a rombusz az tulajdonképpen egy olyan paralelogramma, amelyiknek minden oldala egyenlő hosszú. Hát ennek a paralelogrammának, vagy rombusznak most 5 méteresek az oldalai, ugye csak egy darab oldalt írok föl, hiszen mind a négy ugyanannyi, emiatt a kerületét ugyanúgy számoljuk ki, mint a négyzetnek, hogy négyszer veszem azt az 5 métert. A területét azt viszont úgy tudom meghatározni, ahogy az előbb a paralelogrammát csináltuk. Levágom innen ezt a háromszöget, és átrakom a másik oldalra. És akkor kaptam egy olyan téglalapot, aminek az A oldala az megmaradt 5 méter, a másik oldala viszont nem 5 méter lett, hanem a rombusznak a magassága, ami jelen esetben 4 méter. Tehát a rombusz területét ugyanúgy ki tudom számolni, mint a paralelogrammáét, hogy az alapot megszorzom a magassággal. Aztán majd vissza fogunk még térni később a rombuszra, mert ő neki másképp is ki lehet számolni a területét, de egyelőre ennyi.